csak a... Három ukrán drónt lőttek le vasárnap kora reggel Moszkva felett az orosz védelmi minisztérium közlése szerint. A támadás miatt rövid időre a nemzetközi repülőteret is bezárták, írja a The Guardian. Míg az egyik drónt a város külvárosában lőtték le, addig a másik kettőt elektronikus eszközökkel térítették el, így egy irodakomplexumba csapódtak. A támadásban egy ember, egy biztonsági őr sérült meg. Ukrán drónok támadtak ma este, két városi irodatorony homlokzatai enyhén megrongálódtak. Tette közzé Szergej Sobjanyin, moszkvai polgármester a Telegramon. Moszkva és környéke több mint 500 kilométerre van az ukrán határtól és az ott zajló konfliktustól, de idén már több dróntámadás célpontja is volt. A vasárnap bejelentett támadás a legutóbbi a közelmúltban elkövetett dróntámadások sorozatában. Ezek többek között a Krem és az ukrán határ közelében fekvő orosz városok ellen irányultak. Kijev egyelőre nem nyilatkozott.